Jött egyszer valamikor, réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem szólította Pánovnak. Vagy Pánov úrnak, de még csak Pánov cipésznek sem. Bárkivel találkozott, mindenki egyszerűen csak Pánov apónak szólította. Pánov apó nem volt túl gazdag. Egyetlen pici szobácskával rendelkezett, amelynek ablaka az utcára nézett. Azonban azt sem állíthatjuk róla, hogy szegénységben élt. Hisz volt egy tűzhelye, amely mellett megfőzhette ebédjét, egy nagy fotelja, amelyben néha-néha megpihent, sőt olykor el is szundikált. Egy erős ágya, na meg egy kis olajlámpája, amelyet akkor gyújtott meg, amikor ráköszöntött az esti sötétség. Az emberek állandóan jöttek hozzá. Hol új cipőt rendeltek nála, hol foltozni, talpalni, esetleg új sarkat ragasztani hozták régi lábbelüket. Az öreg cipész boldog volt, szemében mindig vidám fény sugárzott. Ezen a napon azonban másként alakultak a dolgok. Pánov apó szomorúan üldögélt szobácskájában, elhunyt felesége jutott eszébe. Karácsony estéje volt, családünnep, amikor együtt van a család. Csak neki kellett egyedül töltenie ezt az estét. Aztán nagyot sóhajtott, meggyújtotta az olajlámpáját, és olvasáshoz kezdett. Mivel soha életében nem járt iskolába, csak nagyon, nagyon lassan tudott olvasni. Újjával gondosan kísérte a sorokat. József is fölment Máriával együtt Betlehembe, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte első szülött fiát, bepójálta, jászolba fektette, mert nem jutott számukra hely a szálláson. Lám-lám, ha ide jöttek volna, nála megalhattak volna. Betakargattam volna a kisdedet, és játszottam is volna vele. Bölcsek jöttek napkeletről, Jeruzsálembe. Egy csillag vezette őket. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket. Leborultak, és hódoltak neki. Majd elővették a kincseiket, aranyat, tömjént, smirhát. Ha Jézus eljönne hozzám, nem tudnék neki mit adni. Nincsen nekem semmim. De van. Itt ez a pár kis cipő. Életem legszebb, tényleg legszebb munkája. Én ezzel ajándékoznám meg őt. Pánov apó. Pánov apó. Ki az? Ki az? Hangot hallok, de nem látok senkit a szobába. Pánov apó. Azt szeretnéd, hogy meglátogassalak. Ajándékot akarsz adni nekem. Holnap erre fogok járni. Figyelj hát, mert találkozni fogsz velem. De vigyázz, nem fogom megmondani, ki vagyok. Neked kell felismerned engem. Eljött. Mi volt az? Jézus volt. Biztos vagyok benne. Jó, figyelni fogok. Karácsony napján el fog jönni hozzám. Azt mondta, hogy eljön és meglátogat. Hogy karácsony napján eljön hozzám, de... De honnan fogom megismerni? Honnan tudom, hogy ő az? Viszont figyelnem kell. Holnap nagyon kell figyelnem. Pánov apó le sem feküdt, hanem ott ült a székében, az ablakkal szemben, és figyelt, mikor jön arra valaki. Lassan, lassan felkelt a nap, és sugarai megvilágították az utcát. Senki nem járt az utcában. Remélem tényleg eljön.
Ó, ott jön valaki! Jézus? Á, nem. Ez csak egy utcaseprő. Ennek is akkor kell erre járni, amikor én Jézust várom. Á, de szegény, hogy fázik. Karácsonykor is dolgoznia kell. Á, behívom. Nekem szólt pán Ovapó. Igen. Jöjjön be, jön egy forró csésze kávét. Hát azt megköszönöm. Tudja, pán Ovapó, karácsonykor még tisztábbnak kell lenni az utcának, mint máskor. Ezt ilyen szép ünnepet nem szabad elrontani a szemetes utcával. Ezért is indultam ilyen korán, hogy hamar elkészüljek. De igazán rendesen tőle, hogy behívott. Köszönöm. Ez csak természetes. Ez a legkevesebb, amit megteltek önért karácsonykor. Látogatót vár? Remélem nem zavarom. Nem, csak tudja... Jézust várom. Megígérte, hogy eljön hozzám. Hát akkor sok szerencsét, pán Ovapó. Köszönöm szépen. Remélem, ízlett a kávé. Igen. Igazán rendesen tudod, hogy beírat. Köszönöm. Ez természetes. Viszontlátásra. Jó reggelt, pán Ovapó. Szeretnék boldog karácsonyt kívánni. Szervusztok, gyerekek! Örülök, hogy jöttetek! Engedjétek meg, hogy én is áldott karácsonyt kívánjak nektek, és fogadjátok el tőlem ezt a két almát. De jó! Köszönjük! Itt a karácsony! A gyerekek! Jó napot kívánok, fogadósni asszonság! Boldog karácsony! Viszont kívánom! Láttam, önhöz is eljöttek a gyerekek. Így. Nálam is jártak, mint minden évben. Emlékszem, gyerekkoromban mi is jártunk házról házra. Amit kaptunk, azt mind elosztottuk egymás között. Este a karácsony falat volt nagy az öröm, amikor kipakoltuk a zsebeinket. De régen is volt. No, de most már mennem kell. Várnak a vendégeim. További vidám ünnepet, pán Ovapó. Köszönöm, viszontlátásra. Egyre több ember járkál az utcán, de Jézus sehol sem látom. Csak nem felejtett el az ígéretét, remélem eljön hozzám. Nézd csak, ott egy szegény asszony két gyerekkel. Hú, de fáradtnak tűnnek, és biztosan fáznak is. Behívom őket. Asszonyom! Asszonyom, jöjjenek be egy kicsit átmelegedni. Jöjjenek, kerüljenek beljebb. Köszönjük szépen. Messzire mennek? Á, csak a szomszéd faluban. Még van 4 kilométer. Tudja, nincs pénzünk albéletre, ezért el kellett jönnünk. Most az unokatestvéremhez tartok. Hát, ha ő befogad. Azt te hány éves vagy, kislány? 10 múltam, de jó meleg van a bácsinál. A bácsit hogy hívják? Pánov bácsinak szoktak csak szólítani. Kérsz egy kis kenyeret? Köszönöm, igen. Parancsolj, török neked. Egyél csak nyugodtan. De szép kisbaba, de hát nincsen cipője. Tudja, egyedül nevelem őket, és lassan már kenyérre sem tellik. Hát, tudja, nekem lehet, hogy van egy cipőm, ami pont jó lenne neki. Ez életem legjobb munkája. A legjobb kis cipő, amit valaha csináltam. Próbálja föl rá. Ó, hogy hálálhatnám meg? Hát, semmiség az egész. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Na, nekünk lassan menni kell tovább. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Boldog karácsonyt. Viszont. Jó napot kívánok, pán Ovapó! Jó napot kívánok! Tudna nekünk segíteni? Persze. A szomszéd faluba készülünk a rokonainkhoz. Miközben jöttünk az erdőn át, egy kanyarban felborult a kocsink, és letört a tengelye. Meg tudná nekünk mondani, hol találunk egy mesterembert, aki tudna rajtunk segíteni? Nem fogunk odaérni a karácsonyi gyertyagyújtásra. Persze. A másik utcában lakik egy asztalos. Menjenek el, nézzenek be az utcába, biztosan fel fogják ismerni, mert kínlóg a cégére. Eltéveszthetetlen. Ő biztosan fog tudni segíteni önöknek. Köszönjük szépen, sietünk is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. De jó, hogy itt van, pán Ovapó. Segítsen rajtam. Elkezdtem begyúrni a süteményhez a tésztát, amikor elfogyott a cukrom. Persze, van itt még egy pár süteményre való.
Jöjjön csak, jöjjön. Hát nézze, ennyi van. Ennyi elég lesz? Bőven, köszönöm. Nagyon szívesen. Az ünnepek után majd megadom. Nem kell vele sietni. Viszontlátásra. Boldog karácsonyt, panovapu. Jöttem a csizmáért, ugye készen van? Boldog karácsonyt. Igen, még tegnap megcsináltam. Itt van ez a gyönyörűség, nézze csak. Hát, már nagyon ráfért egy kis javítás, de hát nincs pénzem másikat venni. Ez most igazán varázslatosan szép lett. Köszönöm szépen, igyekeztem. Mennyit fizetek? 4 kopeckát kérek szépen. 4-et? 4-et. Hisz a múltkor 50-et fizettem. Hát, tudja, az egy kicsit rosszabb állapotban volt, többet kellett vele dolgozni, meg aztán legyen ez az én karácsony ajándékom. Isten áldja meg jó szándékát. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Kerüljön beljebb. Adjon Isten, panovapó. Szép jó napot kívánok. Úgy szeretem a karácsonyt, bárcsak több hó esne. De holnap lesz egy karácsony ebéd nálunk. Szeretném áthívni. Tudja mit? Úgyis magam vagyok itt egyedül. Köszönöm a meghívást, átjövök. Talán vár valakit? Hát tudja, igen. Jézust várom. Megígérte nekem álmom, hogy eljön hozzám, de egyre inkább kételkedem benne. Még hogy Jézust? Talán személyesen mondta, hogy át fog jönni? Holnap jövök az ebédre. Viszontlátásra. Akkor várom. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönöm a meghívást még egyszer. Nagyon szívesen. Jó napot kívánok. Jó napot. Jó ember, szállj meg engem. Karácsony van. A szeretet ünnepe. Kerülj beljön. Ma még egy falat sem volt a számban. Nekem sincsen sok mindenem. Igazából nincs mit adnom, de van nálam egy kis kenyér és egy kis húsleves. Megteszi? Ó, azt nagyon megköszönném. Gyere! Nézze csak, itt a leves. Délre csináltam, még meleg is. Van belőle bőven. Egyen, amennyi jól esik. Én már úgyse kérek belőle többet. Isten fizesse meg. Jó ember, rengeteg kenyerem van. Ha török belőle egy nagy darabot, elviszi a magával. Azt is nagyon megköszönném. Ne maradjon éhes száj karácsonykor. Tegy el a tarisznya mélyére. Lehet, hogy még holnapra is marad belőle. Legyen csak nyugodtan, majd utána elpakol. Köszönöm szépen, ez nagyon jól esett. Kedves egészségére. A kenyeret ne felejts el. Tegy el jó mélyre. Ebből még holnapra is marad. Az biztos. Isten áldja meg a jóságát. Boldog karácsonyt. Viszontlátásra. Magának is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Boldog karácsony, panovapó! Sziasztok, gyerekek! Gyertek ide! No, aztán sokan focisztok ott lenne a réten? Sokan bizony. Volt is nagy esés. Mi például focisztunk a szomszédfalubeli gyerekekkel, de mi nyertünk? Na, ha ilyen ügyesek voltatok, akkor gyertek, vegyetek egy kis diót. Azért adom, mert ilyen ügyesek voltatok tényleg, és azért, mert karácsony van. Vegyetek, van bőven. De jó, köszönjük! Siessünk, mert már biztos várnak otthon, és jó lenne száraz ruhába bújni. Viszontlátásra, panovapó! Sziasztok, gyerekek! Ahogy telt az idő, egyre sötétebb lett, és az emberek lassan elindultak a templomba. Pánovapó azonban még mindig a vendégét várta, aki váratott magára. Az arra járók megszólították az ajtajában áldogáló apót. Jó estét, pánovapó! Hát újra eljött a karácsony. Megígértük a gyerekeknek, hogyha sötétedik, sétálunk egyet a faluba. Megnézzük, kinek milyen fát hoztak az angyalok. Aztán hazamegyünk, meggyújtjuk a gyertyákat, és elénekeljük a fa alatt a karácsonyi énekeket. Mi is mindig így csináltuk, amikor a gyerekek még kicsik voltak. De mióta magamra maradtam, egyedül kell gyertyát gyújtanom. De ma viszont valószínűleg ez másképp lesz, mert vendéget várok. Csak nem a gyerekek jönnek el. Nem, nem. Hát Jézust várom. Tegnap este álmomban megígérte, hogy eljön hozzám, de bizonyosan megvárja, még sötét lesz, mert
úgy szebb lesz az együtt töltött idő. Hát bizony a Bibliában is az van írva, hogy este született a megváltó egy betlehemi istállóban. Ezért nekünk is igyekeznünk kell, mielőtt teljesen besötétedik. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Volt az egész. Úgy bíztam, úgy akartam hinni, hogy eljön Jézus. De csak álmodtam az egészet. Hirtelen úgy tűnt, mintha lett volna valaki a szobában. Pánovapó könnyein keresztül sok embert látott. Mindazokat, akikkel a nap folyamán találkozott. Nem láttál engem, Pánovapó? 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 Ki az? Mondd meg kérlek, ki vagy? Azonban ugyanazt a hangot hallotta, amit előző este. Bárhogy honnan jött, nem tudta volna megmondani. Éheztem és enni adtál. Szomjaztam és innom adtál. Jövevény voltam és befogadtál. Miközben ezeken az embereken segítettél, velem tetted ezt. Bizony-bizony, mégiscsak eljött. Elgondolkodva bólogatott, majd elmosolyodott és szeme újra ragyogott. Stop.